Évtizedek óta hagyomány, hogy névadójuk Hunyadi János tiszteletére Hunyadi napot rendeznek a Mikkelpércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai a korosztályoknak megfelelő programokkal, vetélkedőkkel. Ebben a tanévben a tavaszi szünetet megelőző szerdai napra esett a választás, persze a felkészülést nem hagyták a pedagógusok az utolsó pillanatra. Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a Hunyadi napnak, ilyenkor egy régi ismeretek felelevenítésére és egy új ismeretek szerzésére alkalmas napot szervezünk a gyerekeknek. Három témakör köré csoportosítottuk a programokat. Iskolánk névadójának, Hunyadi Jánosnak az életével ismerkednek a gyerekek. A könyvtárban lesz Hunyadiak címmel egy játékos, rejtvényes vetélkedő. A gyerekek az udvaron várbevételi játékokat játszhatnak, illetve lesz reneszánsz daltanulás és tánctanulás. A másik témakörünk az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, illetve az első segélynyújtással kapcsolatos. Március 22-én volt a Vízvilágnapja, és így szeretnénk a gyerekek figyelmét felhívni, hogy védjék, óvják környezetüket, kiemelten a föld vízkészletét, így az aulában itt egy vízbár várja őket, illetve vízzel kapcsolatos projektek lesznek. Lesz egészséges táplálkozással kapcsolatos vetélkedő, illetve az egészségházban sérülésekkel ismerkedhetnek, illetve megtanulhatják a sebellátás módját, és közeleg a húsvét, így a harmadik dolog, amivel a feladatok kapcsán megismerkedhetnek, illetve találkozhatnak a gyerekek, az a húsvéti tojásfestés, illetve a húsvéti hagyományok, és a nap végén egy kiállítást is szervezünk az elkészült hímes tojásokból, illetve a vízprojektből. A Hunyadi nap az intézményben található emlékmű koszorúzásával vette kezdetét. A mai napon egyrészt felidézzük Hunyadi Jánosnak, a középkori magyar hadvezérnek, a nagy törökverőnek, kormányzónak, Hunyadi Mátyás apjának az életét. Rögtön az aulában a víz, mint lételem megismertetésére fektettek hangsúlyt a szervezők, az udvaron pedig akadályverseny várta a gyerekeket. Mindenki kedve szerint egy kevés citrommal vagy kicsike uborkával megízesíti az ivóvizét. Ha csak úgy szeretné inni, akkor úgy vissza meg, az is nagyon jó lesz. És ha már megittátok, akkor átjöttök, láttok majd ott egy nagy csomagoló papírt, amire én addig, mire megisszátok, azt mondom, oda varázsolni, és a vízcseppekbe rajzokat kérek. Olyan rajzokat, amik azt jelzik számotokra, hogy mire hasznosítjuk a vizet. Bármit lehet bele rajzolni a vízcseppbe, csak az a lényeg, hogy ahhoz kapcsolódjon. Miközben rajzoltok, azt is vegyétek számba, hogy egy nap körülbelül hány liter vizet fogyasztok el. Eközben a tantermekben is zajlottak programok, ételkóstoló, totók, táncoktatás, valamint kézműves foglalkozások, melyek természetesen mind Hunyadi korához kötődtek. A tornateremben pedig ugyancsak sportvetélkedőn szurkoltak egymásnak a diákok.
Mindenki végig ment a pályán, akkor induljon a következő, amikor ott a magasugró állványnál álljunk, jó? Hogy ne tordódjunk nagyon fel. Értettétek, mikor indul a következő? Igen. Mikor magasán? Jó, indulhatunk ilyen. Elfogyasztja a reggeljét, hátra teszi a kezét, és ez egy olyan különleges verseny, hogy ki érzi meg legelőször az ő kis elkészülni, vigyázz, rajt! Rágjanak is a kis nyuszik! Olyan van benne, amit a nyuszik nagyon szeretne. Van benne, hogy mi van benne? Réka, miért egészséges a réka kincseim? A sok vitamin, A vitamin, ami a szemünknek nagyon jó. Nem baj, akkor vedd az ecsetet és beszélj ecsetten, jó? Igen. Sőt, ecsetem még gyorsabban is megy. Azért mondom, hogy ne maradjon fehére semmi. Igen, na ez megvan, figyelem. 5, 6, 7, 1. Balra, 2, jobbra, 2, balra, 2, jobbra, 2. Mi ennek a táncnak a neve? A táncnak az a neve, mi minden ilyen francia reneszánsz táncnak az a eleje a nevének, hogy Brun, az azt jelenti nagyjából, mint a néptánc vacsátás. Tehát ennek az elején, amit csináltunk ennek a lépésnek is az a neve, hogy Brun, meg a táncnak is az a neve, hogy Brand de Bois, az azt jelenti, hogy borsócska tánc. Azért borsócska tánc, mert ahogy itt ugrálunk, azt ahhoz hasonlították, ahogy a borsó, amikor fejtik, a hüvelyéből, a borsó hüvelyéből, ahogy kipattognak a borsó szemek. Nagy testű ormányos állat. Folyó. Magyarország folyó. Na, így jön be. 19-es, 20-as, okosság. Okos ész, nem? Igen, ez meglátjuk itt, de meglátjuk. 21-es, édes minta. Ez az. Egy kis papírra kérnénk majd felírni, hogy milyen hangszernek a hangját halljátok ezen a felvételen, jó? 4-et mindenképpen kérek. Ide Szilviét kérdezik, és akkor hallgassuk meg. A felvétel. Nagyon fülej.
Kérem szépen, a papírt, ügyesek vagytok, majd értékelem. Ó, megvan mi. Ügyesek vagytok. A gyerekek láthatóan rendkívül jól érezték magukat valamennyi állomáson. Ugyanakkor nem csupán az iskolában, hanem a település számos épületében, illetve a könyvtárban is zajlottak interaktív programok. Szénhidrát az inkább energiát ad, a cukor ahhoz, hogy tudjatok mozogni, arra főleg azért fontos. Az általános iskolában jelenleg 264 diák tanul, tanulmányaikért mintegy 30 pedagógus felel. A leendő első osztályos tanulók beiratása pedig április 16-án, 17-én zajlik. A beiratkozás április 16-án és 17-én lesz, ekkor várjuk a szülőket. Április 16-án csütörtökön 8 órától egészen este 7 óráig, április 17-én pénteken pedig 8 órától 6 óráig várjuk a kedves szülőket, akiknek a gyermeke Mike Pércs körzetéhez tartozik. Igazgató asszony kameránk segítségével fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik segítettek az idei Hunyadi nap szervezésében, létrejöttében. Szeretném megköszönni egyrészt kollégámnak, kollégáimnak a szervező, lebonyolító munkáját, és külső segítséget is kaptunk. Itt szeretném megköszönni Kovácsné Diós Emese könyvtárvezetőnek a munkáját, dr. Juhász Istvánné, illetve Balogné Kádár Katalin védőnőknek a munkáját, és köszönjük Nagyné Nagy Zita és Hentes Kornélia, a gyermekjólét és családsegítő szolgálati dolgozóknak a munkáját, mert nélkülök nem jöhetett volna létre ez a mai nap.